Christine DePaola rajongott az apjáért, aki váratlanul rákban meghalt. A lánygyász a haragba, majd keserűségbe fordult. Ebben az állapotban maradt volna, azonban a nagynénjénél tett látogatása mindent megváltoztatott. Christine DePaola vagyok. 10 évvel ezelőtt az életem drámai fordulatot vett. Az apámnál rákot diagnosztizáltak, fél év múlva pedig meg is halt. Havonta egyszer találkoztunk, és olyankor mindig úgy éreztem magam, mint egy hercegnő. Hiszen apával lehettem, és annyira jó volt együtt. Ettünk, játszottunk, nagyszerű volt. Éreztem, hogy fantasztikusan szeret. Aznap, amikor apa elköltözött, emlékszem, arra ébredtem fel, hogy álmodtam valamit. Láttam, ahogy apát valaki tartja a kezében, mint egy kisgyereket. Egy fényes fehér fény volt, amiről azt gondoltam, hogy Isten. Elmentünk a temetésre. Én pedig csak sírtam, és azt mondtam Istennek, megígérem, hogy én leszek a legjobb kislány. Mindig megcsinálom a házi feladatomat, mindent megteszek. Csak kérlek, hozd őt vissza nekem. Ne tedd ezt velem. Tudtam, hogy minden megváltozik. Rájöttem, hogy még nagyobb szükségem van Istenre, mint valaha. Ugyanakkor úgy gyűlöltem őt, mint még soha. Azt gondoltam, ő a hibás. A keserűség kezdett gyökeret verni bennem, az apámat akartam, hiszen senki más nem teheti jobbá az életem. Utáltam Istent, utáltam anyámat, mindenkit. Rájöttem, hogy azzal a férfivel, akivel anyám 4 éve járt, össze akarnak házasodni. Én épp a főiskolára készültem, és a férfi fia is oda költözött volna. Férjhez megyek, ők ide költöznek, te pedig elköltözöl. Nem akarlak. Na, gondoltam, Isten utál engem, én se rajongok érte. Aztán az a fiú elkezdett nyomulni, és azt sorolgatta, hogy szeret. Az első szexuális élményem erőszakos volt. Először akartam, aztán azt mondtam, hogy ne, mégsem akarom. Addigra már mindenemtől meglettem fosztva. A családomtól, a tisztaságomtól, Istentől is. Semmim nem maradt. Csak ez a fiú. Hamarosan rájöttem, hogy terhes vagyok. Ugyanakkor a kapcsolatnak vége szakadt. Miután megszültem a gyereket, egy család örökbe fogadta. 7 hónappal később elmentem egy ima összejövetelre a nagynénémhez. Rájöttem, hogy Istenre van szükségem. Fogalmam sem volt, hogyan találhatnám meg őt. Néhány hölgy elkezdett imádkozni értem, és mintha valami megütötte volna a szellememet. Elkezdtem összetörni, és mintha hirtelen minden, ami velem történt, kitört volna belőlem. Teljesen megváltozott az életem. Nem azért, mert valaki mondott volna valamit, hanem mert éreztem Isten jelenlétét. Már évek óta nem éreztem ezt. Isten fantasztikusan megérintett és meggyógyított. Először úgy tűnt, hogy olyan elérhetetlen, és most itt van mellettem. A halálba tartottam, és most tele vagyok élettel. Nem értem miért, de Isten megmentett. Telve élettel. Az élet valójában Istentől ered. Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Jézus nem azért jött, hogy megöljön minket, vagy hogy elrontsa az örömünket. Ő azért jött, hogy életet és örömöt hozza. Christine ezt találta meg. Az életet. Telve van élettel. Sokan önök közül talán üresnek és halottnak érzik magukat belül. Sokan azt mondják, hogy zajlanak a dolgok, eljárok dolgozni, eljárok az iskolába, hamarosan megházasodok, de belül üres vagyok, nincs élet benne. Amikor
Isten beköltözik az ön szívébe is, akkor ön is életet fog nyerni, és mindenben, amit tesz, egy új dimenzió, egy új világ tárul fel ön előtt is. Azt mondja az Úr, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Szeretné ön is, hogy örömmel, áldással és bővölködéssel teli élete legyen? Ha igen, akkor kérje az élet forrását, hogy jöjjön az életébe, a szívébe, és hagyja, hogy ő vegye át az irányítást. Hagyja, hogy megkeresztelje Szent Szellemmel. Ő örökké fiatal és erőteljes marad, mindent tud és mindenre van hatalma. Ő maga a szeretet. Önben is túlcsordulhat a szeretet. Szeretné ezt? A legtöbb ember igen. Szeretné most karácsonykor ezt megkapni? Itt az idő, hogy kérje őt. De mit kell tennie? Forduljon el az önzéstől. Nem vetheti bele magát a szexuális bűnökbe, a drog- és alkoholfogyasztásba. Nem veszhet el azért, mert a pénzt hajszolja. Az Úrhoz kell jönnie, és azt mondani neki, rendben van, Uram, mostantól a tiéd vagyok. Költözz a szívembe, és töltsd be örömmel, és vegyél magadhoz. Ettől a pillanattól kezdve a tiéd vagyok. Ezt kell kimondania. Ő teljesen új világot fog megnyitni az ön számára. A Szent Szellem világát és az öröm világát, amelyet azelőtt valószínűleg nem ismert. A Biblia azt mondja, hogy ezt az örömöt nem lehet leírni. Ez tele van dicsőséggel. Szeretné ezt ön? Ha igen, tegye meg most azt, amit kell. Hajtsa le a fejét, és teljes szívéből mondja el velem a következő imát. Imádkozunk együtt. Úr Jézus Krisztus. Így van, imádkozom vele. Úr Jézus Krisztus. Te ismersz engem. Tudod, hogy milyen dolgokat cselekedtem eddig. Te tudod a problémáimat. De Uram, azt is tudod, hogy a szívem üres. Tudod, hogy mennyire nagy szükségem van rád. Uram, úgy jövök most hozzád, amint vagyok. Kifogások nélkül. Tudom, hogy a véred kifolyt értem. Hiszem, Jézus, hogy te vagy a testben megjelent Krisztus, aki meghaltál a kereszten, de utána feltámadtál a halálból. Hiszem, hogy visszajössz. És most, Uram, alárendelem magam neked, és arra kérlek téged, hogy légy Úr bennem. Ettől a pillanattól kezdve átadom magamat neked, és mától a tiéd vagyok. Te pedig az enyém vagy. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattad az imámat, és köszönöm, hogy a szívembe költöztél. Most én imádkozom önökért. Atyám, a Jézus nevében Isten ereje érintse meg mindazokat, akik erre vágynak. Isten dicsősége szálljon le rájuk, és kibeszélhetetlen örömmel örvendezzenek, és teljesek legyenek Isten dicsőségével a Jézus nevében. Ámen és ámen.